Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Beszélgessünk egy kicsit a Sentinelekről most, hogy jobbá tették őket. Ugye elvették a Carriernek a vákuumját, és odaadták mindegyik Sentinelnek. És amiről szeretnék beszélni, egyrészt ezekről az apró változásokról, beszélgessünk egy kicsit a Sentinelekről, szinte sosem beszéltem a videóim alatt a Sentinelekről, mert ugye nem is volt értelme. Mert a Carrier létezett, és kész, és ennyi. És beszélgessünk most ezekről a változásokról. Végre elértünk ideig, hogy a Warframe eddig eljutott, hogy a vákuum most már mindegyik Sentinelnek elérhető. Függetlenül attól én speciál nagyon szerettem volna, hogy a kutyákba is belemegy ez a vákuum mindegyikbe, ahhoz tök jó lett volna, de nekem a kedvenc Sentineljém, úgy mondom, az állatok, tehát az egyik legjobbak, és úgy sokkal hangulatosabb velük játszani ezen a téren, sőt, tovább fokozom az egészet a Warframe-ekbe, ha beletennék, mint passzív képességet, valami fantasztikum lenne. Nos, de nem az történt, hanem ez történt, de már ez is egy nagy fejlődés azért, hogy a Warframe-en játszunk. Na most jöjjön az első egyértelmű változás, ugye Carrier. Mit csináltuk a Carrierről? Kapott egy Ammo Case nevű modot. Semmi más nem csinál ez a mod, csak megnöveli az ammót, illetve átkonvertálja a pickupokat, az ammó pickupokat olyan ammóvá, amilyen fegyverei éppen fel vannak szerelve. Ezt csinálja, nagyszerű, vajó, de nem a legjobb, semmi extra különlegesség, és ezért szoktam, ezért mondom azt, hogy kicsit levágták a Carriernek a tökét, de jóval tettek 8 másik hogy hívják ott Sentinelt, és mindenki kiválasztotja, mi a kedvence. Az Ammokész hasznos, de nem világ megváltó, viszont amivel a Carrier Prime rendelkezik, és a többi nem igazán, az pedig a magas armor, magas armor, és ugye emélyi az élet, stb. Tehát emiatt a Carrier Prime a túlélési képessége miatt még mindig megfontolandó. Viszont nekem van egy személyes kedvencem, amit természetesen ajánlok szeretettel, because why the fuck not, és az pedig a diriga. Tehát amikor kijött a diriga, én nagyon megszeretem, tovább visszajött ronda, de nem lesz semmi szépséget kihozni belőle. Amikor kijött a diriga, én azonnal megszerettem, mert van, főleg azért, mert ilyen Survivor mániás vagyok, de úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy milyen kicsi ez a harmónia, igen túlélő nagy képessége van. Annyi van neki, hogy vannak ezek a képességei, ő megrázza az ellenfelet, és nagyszerűen, és van az elektripóz, ami folyamatosan rázza az ellenfelet, és még ráadásul van a Coolant Leak nevű mod, ami ugye lelassítja az ellenfelet magad körül. Ezt a Coolant Leak-et bele lehet tenni bármelyik Sentinelben nagyon föl, de emiatt a két egyszerű képessége miatt nekem nagyon szimpatikussá vált, mert megakadályozza, hogy az ellenfél közel kerül hozzám, úgyhogy mint a beteg, eddig ugye nem foglalkoztam keményen bele magával az a Sentinel-le, csak a kifejezetten magas szintű Survivor-ökre mentem. Most már azért elkezdtem töményen formázni én is, hogy jobban működjön. Viszont ugye van az a probléma, hogy mi van, hogyha szeretnénk megcsinálni egy spy-t, vagy szeretne, ugye, vagy egy ilyen olyan küldetés, ahol nem feltétlenül jó a Carriernek a fegyvere. Hát olyankor ugye kiveszed a fegyvert, vagy kiveszed azokat a boldogokat a Carrierből, csak hát mindig, bocsánat, a Sentinel, látjátok, ennyire rá agyam hülye Carrierre, de viszont nem is arról beszéljük, kiveszed azt az adott Sentinelt, beraksz egy másikat, hanem akkor beszéljünk arról egy kicsit a fegyver modolásáról, és mindenki úgy modolja a fegyverét, ahogy az adott Sentinelnek, ahogy szeretné, meg azt se vele, amit akar. Én azért szeretem igazából a saját fegyverét a dirigának, mert ez egy sniper, magyarul egy lövéssel öl jó esetben, és ugye például, ha arról van is szó, nem buktat le, mert egy lövéssel tud ölni című történetet, spyra is elvihetem a dirigát. Miért? Még fegyverestül is. Miért vihettem el spyra? Azért, mert csak akkor ráz meg ellenfeleket, vagy több ellenfelet, hogyha közel kerülnek hozzá. Tehát arra van, hogy ne, téged ne tudjanak megütni. De ha egy Lokival mész, vagy Ivara, vagy valami, már távolról szedik ki az ellenfelet, mire odaérsz a közelükbe, már mindegy lesz. Ezért ugye a fegyverének erősnek kell lennie, és nem ajánlom a Death Machine-nak a fegyverét, a Carriernek a sotiát, vagy bármit, mert ezek ha távolabbról kezdenek előre, nem biztos, hogy ölnek egyel. De ez egy sniper, egy lövéssel
jó esetben egy lövéssel egész magasságig, úgyhogy ezt is elkezdtem, tehát még nem végleg, és elkezdtem formázni, mint az őrület, hogy erősebbé tegyem, mint ami, és fogom is tovább formázni. De úgy gondolom, hogy ez az egyik ilyen jobb és erősebb fegyver, tehát még egyformán járok. De nem is az a lényeg, hogy hogy modolod ki, vagy hogy milyen fajta sebzést állítasz be neki, című történet. Egyetlen egy módra szeretném felhívni a figyelmeteket, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos dolog, és az pedig a hús. A hús csöndessé teszi a fegyverlövést. Tehát, ha befelejted a fegyveredet a carrierben, vagy a sentinelben, bármelyikben, amelyikben vagy, ha a hús benne van, nagy eséllyel nem fogsz lebukni, mert a fegyvered egy lövéssel képes leszedni azt a bizonyos ellenfelet. És a vulklok gyakorlatilag tényleg leszed egy lövéssel mindenkit, főleg, hogyha még ennél is erősebbé teszed. Hatalmas crit chance-a van, hatalmas critical multiplier-e van, amit felszorod, és hatalmas státusza van ahhoz képest, amit mind-mind-mind felszorozva egy hatalmas, erős lövést tud leadni, és egyel öl, tehát nem buktat le. És már most, hogy még csak kezdő szinten van szegényke, már így is a lő olyan erős, tehát, hogy nem dugtatott le akár egy spályon is, mert én hajlamos vagyok elfelejteni a dolgokat. Hogy kivegyem a fegyvert, átmodoljam a megfelelő modolásra, tehát én hajlamos vagyok ezeket elfelejteni, ezért a modolás, hogy minden szituációra egy picit próbálok megfelelni, és ezért használom a hús című modot. A hús című mod jó. Nos, köszönöm a véleményetek, kíváncsi vagyok, ti hogy modoljátok a saját sentineleteket, melyik lett a kedvenc sentineletek, mit visztek nagyon szívesen jelenleg magatokkal a küldetésre, írjátok le kérlek a kommentbe, a következő videóig, sziasztok!